A Széchenyi térre várták a 2022-ben született gyermekeket és szüleiket vasárnap délelőtt, ahol Makó polgármestere önkormányzati képviselőkkel közösen adta át számukra jelképesen a városvezetés által korábban elültetett babafákat. A színes locsolók Anna mellé egy emléklapot is átvehettek, amelyben megtalálható a babafa helye. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, illetve még a környezethez is ugye hozzájárulnak az új fák ültetésével, és biztosan, hogy egy családi túra keretében meg is fogjuk látogatni a fát, amit a nagy fiú kapott. Mi nagyon jó dolognak tartjuk, hogy olyan, hát igazából értékeket kapunk így a várostól, és hát egy olyan dolog, ami azért ott van a ház előtt, és megmarad évtizedekig, hogyha szeretjük és ápoljuk. Farkas Iva Erzsébet televíziónknak elmondta, a babafák átadása mindig egy különleges alkalom, amellyel a közösséghez tartozást szeretnék erősíteni. A településhez való ragaszkodást, a település identitását szeretnénk erősíteni ezáltal a családokban is, illetve azt, hogy rendkívül fontosak számunkra a felnövekvő nemzedék. Igyekszünk minden eszközt megragadni ahhoz, ahol felhívhatjuk az egész város közösségének a figyelmét a családok fontosságára, hiszen család nélkül gyakorlatilag sem egy település, sem egy nemzet nem tud létezni hosszú távon. A polgármester hozzátette, a különböző támogatásokkal a gyerekek születésétől kezdve folyamatosan igyekeznek segíteni a szülőket, az oktatási-nevelési intézmények fejlesztésével pedig a legoptimálisabb környezetet biztosítani a kicsik fejlődéséhez.